A Máltai Szeretett Szolgálat 35 éve foglalkozik rászorulókkal, idősekkel, hajléktalanokkal. 2019-ben kapták azt a felkérést, hogy az ország legelmaradottabb 300 települését felzárkóztassák. Vecsei Miklós szerint a program jól halad. Ez arról szól, hogy azokon a településeken, ahol már nagyon kevés tudás maradt, nincs iskola, vagy hogyha van, akkor mondjuk alsó tagozat, vagy rossz minőségben működik, nem nagyon találják az utat, oda olyan emberek költöznek le, vagy olyan emberek mennek el dolgozni, akik a mi nagy rendszerünkben is dolgoznak, tehát egy kicsit kinyílik a település a mi érkezésünkkel. Az est vendégei bepillantást nyerhettek a Máltai Szeretett Szolgálat működésébe, háttérinformációkhoz juthattak, és fajsúlyos történeteket is meghallgathattak. A rendezvény másik főszereplője, Thaisz Miklós, a Szeretett Szolgálat oktatásban betöltött fontos szerepéről beszélt. Elmondta, hogy meg annyi óvodát és iskolát üzemeltetnek, amelyek alapelve az egyéni oktatás, a személyre szabott, fókuszált felkészítés. Nagyon figyelünk arra, hogy egyénileg koncentráljunk a gyerekekre. Nálunk ez alapvetés, hogy minden gyerekre egyénileg figyelünk. Rendkívül gyakorlati orientált a képzésünk. A szakoktatóink külön figyelnek a diákokra. Nagyon jó kapcsolatrendszer az iskolának a gyakorlóhelyekkel, cégekkel, tehát ugye a diákjaink a szakképzésiskolában már a 9. évfolyamot követően, technikumban már a 10. évfolyamot követően nagy többségben cégeknél vannak kint. Az alelnök elmondta, kiegészítő képzésekre is lehetőség van, aki nem vált be cukrászként, bármikor tanulhat pincérnek.